Hát gondolod, hogy ebből, amit eddig beszéltünk, egy szó is igaz? Azt se tudom, ő ki, azt se tudom, te ki vagy. Utállak benneteket. Ha akkor nem választod az egyetemet, te most nem ülsz itt? Szerintem nem. Nem. Hogy ülhetnék itt? Mondta is a Páger, hogy óriási voltam a Dofenben, ha nem jön közbe ez a kurva Hitler, még ma is játszom. Őt ez annyira megzavarta. Most már tényleg könnyebben beszélek róla, de hát akkor nagyon nyomasztó helyzet volt, mert nekem ő akkor azt éreztem, hogy úgyis ott beállítva, mint hogyha ő lenne a magyar színházi világ ura tulajdonképpen, hogy ezt így el volt hitetve. Nem is hunyászkodtál meg? Ebben a helyzetben? Nem. Na mondtam, ez az. Ajajajajaj, mi lesz itt? Jó estét kívánok mindenkinek, házi színpadon elkezdjük a játszótársakat. Kérném szépen Kern Andrást, Bros Bencét, Kadarka Jenrét. Kamera forog, tessék! Jó estét kívánok, csókolom! Köszönjük, hogy eljöttek. Ez itt a játszótársak, a Vígszínház és a YouTube csatornám közös produkciója, ahol is mindig itt a házi színpadon a Vígszínház egy sokat látott, beérkezett jeles művészét ültetjük egy asztalhoz, ugyanezen teátrum fiatal csillagával, hogy beszélgessünk színházról, színházcsinálásról, Vígszínházról, sikerekről, kudarcokról, mélypontokról, magasságokról. Ezen beszélgetések végeredményét aztán mindig a YouTube-on tekinthetik meg. Mai első vendégem 1962-ben a Ki mit tudom tűnt fel, aztán a főiskola elvégzését követően rögtön ide a Vígszínházhoz szerződött, ennek 52 esztendeje, azóta is nagyon hűséges ehhez a teátrumhoz, a színház egyik legendája. Bele se kezdek a felsorolásba, hogy mennyi emblematikus alakítás fűződik a nevéhez ez alatt az 52 év alatt. Csak egy példát, hogy mondjak, a Jászd újra Szem című előadást 40 évvel ezelőtt, jövőre lesz 40 éve, 40 évvel ezelőtt mutatták be a Pesti Színházban, azóta is nagy sikerrel megy, ez már önmagában egy igen egyedülálló rekord. Jelenleg játszik a Kabaréban, az Élet mint olyanban és az Apában. Januárban pedig születésnapi nagy koncerttel lép a Vígszínház színpadára. Kern András! Párosunk másik tagja a Csillag születik című tehetségkutatóban tűnt fel. 18 éves volt, és akkor megismerte az ország. Egy nagyon sikeres popkarrier állt előtte. Ő mégis úgy döntött, hogy a színészetet választja, és az Operett Színházban kezdte el bontogatni a szárnyait, majd húzott egy nagyon meglepőt, és újra kezdte az egészet, hiszen jelentkezett a Színház és Filmművészeti Egyetemre. Ennek elvégzését követően a budaörsi Latinovics Színházhoz került, majd két évvel ezelőtt Rudolf Péter hívására a Vígszínházhoz szerződött. Jelenleg olyan fontos előadások meghatározó szereplője, mint a Kabaré, a Nagy Gatsby, a Dzsungelkönyv, a Pál utcai fiúk, vagy az Apa. Bras Bence. Ugye a beszélgetés előtt jeleztem felétek, hogyha van kérdésetek a másikhoz, amit mondjuk még nem tettetek fel, akkor bátran tegyétek azt fel, és Bencével volt alkalma pár mondatot váltani színpadra lépés előtt, és azt mondta, hogy neki egy kérdése van, amit régóta szeretett volna tőled megkérdezni. Megadjuk neki ezt a lehetőséget, hogy akkor ezt most föltegye? Adjuk meg neki. De nem azzal kezdeném, mert az piszé csibész lenne itt az elején, inkább egy másikra reflektálnék. Ez előbb kérdeztem Andrés, hogy van-e kedved? És neked ez ilyen picit image, hogy semmihez nincs kedved, és akkor azon hát az csak úgy mondom, az tudom, játékból én tudom, de te pont ezért is arra vagyok kíváncsi, hogy otthon te mit csinálsz? Vagy hogy téged akarlak fölhívni, de nem tudom a számod. Tudom. Számodat. Majd egyszer veszek neked egy telefont, és akkor fel tudsz írni. Van nekem, de nem tudom a számodat. Majd beírom. Ja, ez egy jó alkalom arra, hogy akkor számot egyeztessünk. De hogy például szoktál főzni? Főzni? Azt speciál nem szoktam. Nem. És ha igen, akkor mit? Nem, de nem úgy értem, hogy nem szoktam, hogy egy kicsit azért szoktam, hanem hogy egyáltalán de nem szoktam. Életed során biztos előfordult már mondjuk, hogy arra kényszerültél, hogy főzd magadnak, és most nem a rántottára gondolok, akkor volt esetleg olyan, amit annyira vágytál, hogy elkészítetted? Nem volt ilyen, és nem is kényszerültem erre egész életemben. Egész különös dolog volt ez, nem kényszerültem rá. De téged az ilyen dolgok, ilyen
nem is tudom, mit, nem evilági dolgok, ilyen praktikus dolgok, annyira nem érdekelnek? De mi? Már hogy érted azt, hogy hát, nem? Például főzés. Hogy az nem evilági? Hát, hogy az olyan praktikus. Ja, praktikus. Ezzel a főzéssel, ezzel beakadtatok most. Mit csináljak? Én nem akarjátok, hogy főzzek mostantól kezdve? Tulajdonképpen főzhetek, de nem tudok. Hát megadom a számom, átmegyek és főzünk. Főzzünk együtt. Okay, jó, mert eddig nem főzünk. Na, ugye említette Bence, hogy mobiltelefont sem nagyon szoktál használni. Hát azt nem, igen, azt is kihagytam. Vannak ilyen dolgok, amiket úgy kihagyok, igen. Soha nem volt ebből hátrányod? Mobiltelefont használok most már, de furcsa módon ez mindenkit meg fog döbbenteni, telefonálásra. Szóval mivel úgy hívják őt, hogy mobiltelefon, én mindig azt hittem, hogy ez egy telefon. Mostanában már látom, hogy ezzel házakat lehet tervezni, filmet rendezni, a földet körbejárni, kulturális élményekhez jutni. Ezeket én mind másutt csinálom. Szóval, ha házat akarok tervezni, nagyon ritkán van, akkor elmegyek valami háztervező irodába, mindenkit kidobálok onnan, és elkezdek tervezni. Ha a földet körbe akarnám utazni, elmennék egy irodába, és ott vennék valamilyen jegyet. De azt nem tudtam, hogy mindezt lehet a telefonnal, most már tudom, és ezért nem is nagyon használom. Szóval tényleg csak telefonálásra, és azt is hát elég nehezen, mert maga a telefonom, bár értek hozzá, amikor azt kérem tőle, hogy álljon a telefonálásra, akkor mindig elkezd egy filmfelvételt készíteni. Erről az asztalról például így megyek, akkor mutatja a földet, akkor bekapcsol zseblámpa funkcióba, azt nem lehet kinyitni többé, utána jön egy nő, és azt mondja, kalmópirint akar eladni nekem, de az nekem nagyon árt, mert itten kilukasztja a gyomromat. Szóval sok baj van vele, de általában egy olyan negyed óra, 20 perc alatt megtalálom a telefonfunkciót, és akkor elkezdek telefonálni, akkor azt mondják, valaki kiabálja, itt ne telefonálj, itt nincs térerő. Akkor átmegyek valami másik városba, vagy másik utcába, ottan van térerő, akkor fölhívom azt a számot, és az nem megy ki a csöngetés. Nem, soha nem megy ki. De még életemben egyszer sem ment ki a csöngetés. Amikor 16-szor fölhívom, akkor kimegy a csöngetés, akkor nincs otthon senki. Fiatalok irányába mutatsz érdeklődést? Semmilyen érdeklődést nem mutatok, fiatalok irányába. De hogy nem mutat? De mutat. Érdeklődést mutatok. Tudom most már, hogy itt ilyen rendes, jó válaszokat. Jó fiúnak kell kinézni, nem lehet ilyen hülyeségeket mondani. Engem minden érdekel, halálosan nyitott vagyok, mindennel foglalkozom. Rendkívül fiatal vagyok, nem vesztettem el az érdeklődésemet, nem vagyok depressziós, egész nap főzök otthon, nem akartam mondani. Reggel fölkelek, elkezdek főzni, este 6-ig főzök, bejövök ide, van idegesen, lejátszom valami előadást, megyek haza, hogy nehogy leégjen. És akkor éjszaka valahogy lefekszem, olyan éjjel 2-kor, 3-kor, és akkor reggel 6-kor fölkelek, főzöm tovább. Bence, amikor te ide kerültél? Főzni kezdem. Hát azt láttuk, hogy főz. A nagy, igazi idolok hogy fogadtak titeket? Vagy téged? Ugye 2 éve vagy itt. Azért a Vígszínháznak van egy nagy hagyomány. Amikor András ide került, akkor nem tudom én, a Darvasék, a Págerék, tehát volt egy generáció, egy igazi nagy emblematikus generáció, most is van. Csak nem tudom, hogy akkor milyen volt az idősek és a fiatalok viszonya, és mennyit változott mondjuk most? Én se tudom, hogy akkor milyen volt. Én tudom. Az Andris gondolom tudna erről mesélni, de hogy nagyon barátságosan. De szerintem ez mind a két fél kell, hogy nyitott legyen. Vagy hogy... És az Andris a legnyitottabb, főleg mióta főz. Azóta nagyon nyitott. Én nem abszolút azt éreztem, hogy egyből, ha lehet ilyet mondani, befogadnak, de hát úgymond dolgozni jöttem ide, és azt éreztem, hogy amikor elkezdünk dolgozni, akkor minden gördülékenyen. Szakácsok nagyon rendesek. Szóval, igen. Ha valaki jön főzni, azt szeretik. Igen. Szakácsok megismerik egymást. Igen, tudunk szakmázni, meg minden. Te tartottál Andrástól? Nem. Én valahogy próbálok úgy dolgozni, meg úgy élni, hogy én próbálom megismerni a másikat, és akkor ahhoz mérten gondolom el, hogy ő milyen, vagy hogy kell hozzá viszonyulni, vagy hogy kell vele dolgozni, és így előre nem szeretek tartani senkitől. És ő hozzá hogy kell viszonyulni? Szerintem egyezik a humorunk az Andrissal, tehát amit lehet, hogy más úgy él meg, hogy fanyar, esetleg néha túl nyers, vagy talán
bunkó vagy nem tudom, én egyáltalán nem érzem ezt, hiszen én egyből reagálok a vicceire. Hát ez én humorom is bunkó, hát az nagyon. Nagyon. Tehát mind a ketten főzünk és bunkók vagyunk, és ez így nagyon jól jön ki. Azt mondja, hogy nyers a stílusod, az tényleg? Hát ezt nem tudom. Van, aki azt mondja, hogy igen, és sokszor úgy egymás közt igen. Kifelé azért nem olyan nagyon, hát arra most már rettenetesen vigyázok, mint látod, de lehet, hogy egy kicsit nyers, igen. Próbáltál ellene tenni régen? Hogy úgy tompítani, hogy szerintem? Nem, mostan vigyázok rá, most próbálok ellene tenni. De ez mi múlik, hogy vigyázol vagy sem? Hát, hogy állandóan figyelek, hogy mit mondom. Az például, hogy fasz nem mondanám ki egy ekkora közönség előtt. Az durva lenne. Hát azt, hogy nem lehet ilyet mondani. De hát ezt majd gondolom, ki tudjátok vágni. Nem biztos. Tudom, hát ez az érdekes. Nem, hát nem lehet ilyeneket. Meg egyáltalán nyersnek lenni az nem jó. Egyáltalán van az egész világban valami furcsa, amire mostanában kezdek rájönni, elég későn persze. Nagyon szeretik az emberek a jó fiúságot. Nagyon szeretik azt. Ha valaki rendes, pontos, szorgalmas, jó, komolyan veszi, lelkes, barátságos, tetszik neki az, amit kell csinálni, tetszik neki a munkája, tetszenek neki a kollégái, rendkívül jóba tud lenni mindenkivel. Most magadról beszélsz. Nem. Épp azt mondom, hogy mi az, ami tetszik az embereknek, azt nagyon szeretik. Ha valaki egy kicsit harapósabb, kicsit vitatkozik, kicsit nem tetszenek neki a dolgok, most beszélek magamról, akkor az nem annyira tetszik az embereknek, és erre rettentően elkezdtem mostanában vigyázni. Régen például a riporterek azt mondták, hogy én egy nehéz, rossz riportalany vagyok. És ezt valószínűleg azért mondták, mert néha olyan nehezen válaszoltam kérdésekre, amelyben nem találtam igazi érdeklődést, vagy nem találtam komolynak azt, vagy nem találtam értelmesnek a kérdést, vagy arra gondoltam, hogy erre nem nagyon lehet értelmesen válaszolni. Meg is bántottad őket? Nem nagyon. Nem? Nem, azt hiszem nem, de olyan csöndesebb voltam, nehézkes. Mostanában rájöttem, hogy egy riporternek az a jó, hogyha kérdez valamit, és a riportalany elkezd beszélni, és abba se hagyja, amíg ő bele nem szól. És ezt megértettem, és azóta beszélek, mint a hülye. Mindenféle marhaságokat, akár kedvem van, akár nem, mert tudom, hogy az jó. Mert ha például te most azt kérdeznéd, hány óra van, és én azt mondanám, 7:30, te boldog lennél, ha pedig azt mondanád, hány óra van, és én így csinálnék, hogy érdekes az. Akkor te bajba lennél, vagy azt mondanád, ez rossz riportalany. Neked akkor, Bence, amikor föltűntél a Csillag születik után, akkor úgy téged szétszedett a sajtó, meg is zavarta a fejed. Sok interjú, sok fellépés. Nagyon váratlan volt, hogy bementem egy épületbe teljesen ismeretlenként, és amikor kijöttem, már nem ez volt. Tehát, hogy amikor mondjuk felszálltam a buszra, akkor nagyon sokan megismertek, vagy visszamentem a gimnáziumomba, akkor már mindenki máshogy nézett rám. Hiszen ez egy ilyen plusz megfelelést is rám tett. Mert mondjuk apró példa, hirtelen lett pénzem mondjuk ruházkodni, akkor mondjuk felvettem egy kabátot, amit amúgy felvettem volna, de nem tehették meg azt, hogy olyan legyen rajtam, és akkor már egyből az volt, hogy akkor én nagy képű lettem. Tehát ezt volt egy ilyen. Meg? Az iskolában meg pár tanár is emiatt volt, aki meg akart buktatni énekből. Mert énekből meg akartam? Igen. De hát ez már előtte is volt, nem szeretett az énektanárom, mert olyanokat kért tőlem óra elején, tudta, hogy én tudok énekelni, és akkor mondta, hogy jó, Bence, akkor gyere ki, és énekeld el nekünk a himnuszt óra elején. És mondtam, de tanárnő, miért? Mert hogy énekeled, de mondom, nem szeretném elénekelni, rendkívül zavarba jöttem ettől. És akkor így leírt engem, meg így beleszólt abba, hogy én szerinte ízléstelenül énekelek. Nem akarok pszichologizálni, de szerintem valahogy az ő, hát lehet, hogy a sikertelenségét töltötte ki ezen, hogy engem begzált ezekkel a dolgokkal. De kicsit meg is zavarta a fejed, mondjuk a népszerűség? Azért 18 évesen nem olyan egyszerű szembesülni azzal. Olyan emberek vettek körül, akik ezt nem engedték, tehát inkább jobban kezdtem szorongani, vagy egyre jobban azt éreztem, hogy nekem ez való-e, vagy hogy nekem ez megy-e. Mi okozott bizonytalanságot? Az, hogy azt láttam, hogy pár kortársam magának rendezi a videoklipjét, magának írja a szövegét, magának írja a dalait, én pedig, de nem tud mondjuk cserébe énekelni, én meg mondjuk úgymond csak eléneklem a dalomat, vagy a dalaimat, és nem vagyok benne úgy kreatív,
És ezt picit éreztem egy ilyen nyomást magamba, és ez volt is nekem mondva, és ettől nem éreztem teljesen magaménak ezt az egészet. Az egészet? Ugye, hogy van ezt a popkorját? Én nagyon élveztem, csak hogyha visszagondolok, most már meg tudom fogalmazni azt, hogy miért nem éreztem magam mondjuk annyira otthonosan egy fellépésen, mint mondjuk a színpadon. És azért, mert nem éreztem magam annyira benne. Tehát elénekeltem a dalokat, amiket szerettem is, tehát nem volt vele így bajom, meg szerintem minőségi dolgokat csináltunk, de nem, valahogy volt bennem mindig egy kicsit, tök jó, de valahogy nem úgy csinálom, mint a Robbie Williams. Ő valahogy elemibben csinálja. És nem azért, mert sokkal jobb, mint én, vagy nem csak azért, hanem egyszerűen valahogy ott kijön, és egy elemi produkciót látok. Nagyon benne van, nagyon az övé, és én ezt magamon nem éreztem, és most már meg tudom fogalmazni azért, mert én mindenben, amiben részt veszek, vagy amihez közöm van, abban szeretek kreatívan, gondolkodóan belemenni, vagy saját ügyemként kezelni dolgokat, és akkor tudok úgy beleállni, vagy úgy előadni, hogy abban akár más írta, más rendezte, otthonosan tudok mozogni. És neked egyértelmű volt egy idő után, hogy itt a színészet lesz a választott út? Nekem az nem volt egyértelmű, hogy ez a tévés ez lesz. Ültem otthon, és ez tényleg így volt, néztem a tévéreklámot. De mi színész akartál lenni? Igen. Egyébként? Igen, igen. Igen, igen, már 8. döntöttem el, hogy én ezt szeretném csinálni. Nagyon beszívott ez a színjátszó közösség. Láttam a tévében ezt a reklámot, a Csillagszületiket, és mondom, miért ne jelentkeznék, ugye? Ott álltam a tárgy előtt, mondom, what the fuck? Most ez akkor, és akkor kirakták a YouTube-ra a casting videót. Ő is mondta. Igen. És akkor egyszer csak elkezdték nagyon sokan megnézni, és akkor ez így elindult valami, hogy benne. Akkor szerintem még a tévé is más volt, ez 2009. Kevesebb ilyen műsor volt, szerintem többen is nézték, vagy már csak én nem nézem egyáltalán, nem tudom. Arra emlékszel arra a pillanatra, amikor, ez lehet, hogy nem is egy pillanathoz köthető, akkor te magadnak már azt merted mondani, hogy színész vagyok? Vannak színpadi emberek, vannak énekesek, vannak ilyen éneklő színpadi emberek, de azt merted mondani, én már színész vagyok. Ezen a mai napig picit gondolkodom, mert nekem mondjuk az Andrisék a színészek. És ez nem ilyen álszerénység, hanem én úgy nőttem fel, hogy láttam a színészeket, akiket látok a tévében, vagy látok a színpadon, és nekem színészek. És tudom, hogy színész vagyok, meg ebből van diplomám, meg itt dolgozom a színházban, meg rengeteg helyen, de én még mindig ez ilyen, tehát már ki tudom mondani egyébként természetesen, hiszen ez a munkám, nem emlékszem erre a pillanatra. Nem, most, hogy így. Talán lehet, hogy amikor lediplomáztam, és utána eltelt egy év, és amikor már bebizonyosodott, hogy helyem van ebben, meg hogy ezt csinálom, meg nagy feladatokat kapok, akkor talán. Amikor én lettem színész, pontosan ilyen időszakban, hogy lediplomáztam, és eltelt egy év, akkor azt reméltem, hogy én már színész vagyok. Én sem nagyon mertem még kimondani, de abban reménykedtem, mert én meg ezért parodistaként indultam, egész fiatal koromban, 14 éves voltam, aki mit tud, már ezt mindenki tudja, de hát már el kell mondani, mert hát ha egy újszülöttnek minden vicc új, és akkor én paródiákat csináltam, és akkor hiába játszottam itt kamaszkoromban a Vígk Színházban egy komoly drámai szerepet, a Arthur Miller közjáték Visiben című darabjában, hiába vettek föl a főiskolára színészszakra, hiába telt el ott 4 év, azért az egész körül mindig volt egy olyan duma, hogy hát igen, ez egy parodista volt, és majd színészt csinálunk belőle. Volt egy film főszerep, a Sárika Drágám című filmje a Palinak, és arra kiválasztottak engem, és akkor azt el is játszottam, és le is forgattuk, és az eltelt egy év szinte, és akkor elmentünk Miskolcra egy ilyen bemutatóra, színésznek éreztem magam, és akkor az volt kiírva a miskolci mozira. Sárika Drágám, főszerepben a Ki mit tudós parodista Kern András. Az igen. Na, mondtam, baszhatom ezt. Ez nem sikerült akkor. Mert ez egy olyan népszerűséget csinált akkor ebben a szakmában, hogy parodista, hogy azt nem lehetett levakarni onnan jó sokáig. De ez benne marad az emberben egyébként, talán most kezd nekem is ez elmúlni, olyan, mint hogy ugye ez egy, miért lenne rossz dolog, hogy az ember volt egy ilyenben, vagy hogy elvileg azért került, mert valamiben jó volt. De közben nem, mondta, az egyetemen adott egy szorongás, hogy ha én jól éneklek, akkor én biztos szarszínész vagyok. Igen, tehát végig azt éreztem, hogy hát az pedig még egy kicsit bonyolultabb, mert az éneklést azt kell csinálni. Parodizálni kell. Nem kell egy színésznek, ezért nyugodtan mondhatták azt, hogy ne legyek én parodista, hanem legyek színész.
De látod, ez se sikerült. Hát még az, hogy aki énekel, az ne legyen. Színész, az mert az, az képtelenség, hogyha valaki jól is az, 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 az tudni nem annyira jó színész, hiszen azt jól csinálja. És ez amúgy tök fura, mert amúgy énekvizsgák voltak, vagy ilyesmi, plusz szorongásom volt, hogyha énekelnem kellett, mert azt éreztem, hogy nekem annál mindig jobban kell énekelnem, ahogy éneklek. De sok annál nem tudsz jobban, ahogy énekelsz. Tehát, hogy ez nagyon fura. Te szerinted a te fejedben élt ez a gát, vagy ez a projekció, hogy esetleg tényleg voltak, akik ilyen gyanúsan néztek rád? Biztos, hogy voltak. De nem voltam paranoiás ilyen tekintetben, vagy nem gyanúsítottam embereket ezzel. Én alapvetően éreztem magamon egy ilyen masszát. De szerintem én teremtettem, vagy én gondoltam. Volt nyilván, amikor mondjuk vitáztunk valakivel valamiről, és már nem volt más fegyver, akkor ide volt nyúlva. De én akkor már annyi ilyenen túl voltam, hogy rám köptek az utcán, vagy persze átköptek a kocsiból, a másikba, ha megláttak. De miért? Mert hogy én vagyok az a buzi abból a szarból. És vagy dobáltak rágóval a srácok, mert elől áll több száz lány, hátul 10 srác támasztotta a pultot és dobáltak, mert hogy a csajok ott voltak elő, hogy ezek ilyen szempontból, vagy hogyha valaki ezzel engem elkezd szurkálni, olyan szinten nem tud már meghatni, hogy ezen már így mind túl vagyok, de hogy alkot az emberben egy ilyet valóban, hogy ha volt egy ilyen műsorom, akkor biztos azért, meg biztos azért került így oda, meg így ide, így oda. Tehát ez majdnem, hogy nagyobb hátizsák volt, mint trambulin. Igen, volt benne. Azok egy pillanat alatt eljutottál oda, látod a műsorodban, hogy azok, akik... vagy nem tudom, hogy már eljutottál el, de mi majdnem legalábbis, hogy azok, akiknek tulajdonképpen nagypofájúaknak, jókedvűeknek, derűsnek és önbizalommal teli kéne lenni, azok gátlásos, szerencsétlen, elnyomott gyerekek. Még most is, vagy már most is, vagy még éppen. És ez tulajdonképpen azt hiszem mindannyiunkkal így van. Szóval aki színpadon van? Hát talán igen, lehet, hogy az egész világgal így van. Nekem az az érzésem, én mostanában azt szoktam például magamnak mondani, mikor elindulok egy színházi előadásra, hogy bizony nagypofájúnak, jókedvűnek, egészségesnek, derűsnek és önbizalommal telinek kell lenni, akármilyen, ez is érdekes, hogy akármilyen drámait játszik az ember. Ha én magam rosszkedvű, szerencsétlen és elnyomott és gátlásos vagyok, akkor nem tudok ott a színpadon működni semmilyen szerepben, sem vígjátékiban, sem drámaiban, sem vidámban, sem szomorúban, sem énekesben, sem prózaiban, és akkor baj van. És ezt néha összekeverik azzal, hogy az ember a nagypofájúságot hirdet magáról ahhoz, hogy tudjon játszani, és akkor azt néha az emberek összekeverik azzal, hogy lám, ő milyen nagyképű. Ez rossz, hülye helyzet. Általában nem vagyunk mi a nagyképűek. Nem elég a fizetésünk se ahhoz, se a megbecsültségünk, se az én. Az például nagyobb volt abban a korszakban, amikor én kezdtem. Jóval nagyobb. Fizetés nem volt nagyobb, de a megbecsültség, az odafigyelés. Kicsit elszomorodik az ember, mikor ez megszűnik. Vagy legalábbis csökken, nem szűnik meg. Mikor vetted észre, hogy ez csökken? Mondjuk a te irányodban. 1989. április 7-én. Fél háromkor, azt hiszem. Fél három után. Fél három és három között. Akkor. És akkor mit csinál egy ember, amikor úgy körülbelül... Főz valamit. Én legalább. Valamivel eltereli a figyelmi. Vartam is akkor. Ezt a nadrágot én vartam magamnak. Itt egy kicsit nem is szép. Ilyenekkel foglalkozgat az ember olyan. Semmit, hát mit csinál? Rájön, hogy így van. Nem, én nem bosszankodom nagyon, inkább nevetgélek, szomorkodom. Kicsit szomorkodom. Hajlamos vagyok olyan elkeseredésre, deprimáltságra, inkább, mint bosszankodásra. Néha kicsit bosszankodom, de az ritkábban van. És azon gondolkozom, hogy vajon a György Péternek van-e igaza, mert lehet, hogy neki van igaza, és az egész világon ilyen a televíziózás. Én azért beszélek ennyit a televízióról egyébként, mert az egészet ott kezdtem el, azért beszélünk annyit a televízió, mert ő is ott kezdte valahogy el, az óriási eszköz. Például itt is olyan nehezen mondom azt, hogy itt most egy videó fölvétel van, valószínűleg
Ha az van is, ez valami dobozon vagy telefonokon fog menni, ahogy ti mondjátok, de én ezt egyáltalán nem is értem. Én ezt egy televíziós felvételnek nevezném legszívesebben, holott tudom, hogy ez nem a televízióban YouTube-on fog menni. Igen. Nem YouTube. Tudom, mi az a YouTube. Igen. Jó, YouTube-on fog menni, valószínűleg egy ilyenen, nem? Igen. Azért ez a YouTube, vagy ez papír zsebkendő? Telefonon is lehet nézni. Hát aki tud telefonon nézni ilyet, igen. Ez például döbbenetes, hogy az ő népszerűsége ilyen utálatokat is kiváltott. Például az én népszerűségem annak idején a gyerekkoromban egyáltalán nem az utálatot váltotta ki, hanem inkább olyan rajongást, butuska vagy okoska, tiszteletet, barátságosságot, sőt még a Ötvös Csöpi Kardos Doktor filmek is, amik körülbelül a te kezdésed táján voltak. Ha már Bújtort említetted, az egyik interjúban azt mondtad, hogy te azért haragtartó típus vagy. Tehát, hogy meg tudsz sértődni. Bújtorra, Sándor Pállal voltak ilyen nagy-nagy kihagyásaid? Sándor Pállal tudjuk. Igen, de ott nem én sértődtem meg, hanem ő. A Palika sértődött meg? Igen. Igen, ottan sértődött meg, és akkor nem beszélt. Az nagyon hosszú, az egy kicsit túl hosszú volt, az 8 évig tartott, az elég humoros volt. A Pistával egyszer összevesztem 3 napra, azt hiszem, de nem nagyon. Nem nagyon, egész. Hát akkor úgy nézett ki, hogy nagyon, de mivel 3 napig tartott, az nagyon kedvesen és röviden befejeződött az az összeveszés. Az... Nem, vele nem tartottunk haragot. De... Azért merem ezt megkérdezni, mert ez megjelen nyomtatásban. Aki ott volt, ő írta meg, hogy a Bújtorral voltatok valahol nyáron. És a Bújtor beszólt neked valamit. Te megsértődtél. Majd oda ment hozzád Bújtor, és azt mondta, hogy Andris, nem tudom, hány nyarunk lesz még. Ne haragudj rám. Igen, ezt egy kicsit össze-vissza írta meg, a Szegő írta nyilván, és a Nők lapjába. Igen. És ez nem teljesen így volt, amikor, mert ezt én így meséltem neki, és ő pontosan megjegyzi, amit az ember mond. Hát az ember össze-vissza beszél egy ilyen interjúban. Hát gondolod, hogy ebből, amit eddig beszéltünk, egy szó is igaz? Azt se tudom, ő ki, azt se tudom, te ki vagy, utállak benneteket. Az egészhez semmi kedve, hát ne, ez semmi nem igaz. Na, ebből nem igaz semmi, nem azért volt, hanem én valahogy felkészületlenül mentem valami forgatásra, és ő azt mondta, hát legalább ne így áll akkor, mert ittam egy konyakot, meg egy sört, azt hiszem, ami nem volt azért annyira tilos ott a Bújtor filmek forgatása, nem volt olyan rettenetes nagy bűn, de az akkor a Pistát nagyon bántotta, mert ő amikor forgattunk, talán nem is ivott soha, de utána viszont jelentősen, meg előtte, meg én is, mert akkor még lehetett inni, mert még nem is volt gyomorvérzésem, meg az egész nagyon régen volt, és akkor azon egy kicsit összevesztünk, aztán 3 nap múlva én oda mentem hozzá, és azt mondtam, te hülye vagy, most már rég kibékülhettünk volna, most így fogunk tovább forgatni, és még esetleg évekig csinálni, minden évben csináltunk egy ilyen filmet. Azt mondta, ja, nem, ez tényleg hülyeség. Na, szavazz bazd meg, mit iszol? És akkor tovább mentünk, és rendbe jött ez a dolog. Ha már konfliktusokat említünk, én jól tudom, hogy neked volt az Operett Színházban egy elég érdekes konfliktusod az akkori vezetéssel, nevezetesen egy tetoválás miatt téged majdnem kirúgtak. Igen. Nekem az Operettben az első nagy lehetőséget a Kerényi Miklós Gábor adta, abban a szempontból, hogy beállhattam a Romeo és Júlia musicalbe akkor. És szerintem valahogy úgy fogta fel, mintha a saját nevelése vagy a saját gyereke lennék. És akkor emlékszem, olyan időszakom volt, nagyon kigyúrtam magam, és akkor azt milyen király lenne egy tetoválás, hallottam egy dalt a rádióban, és akkor két sort kivettem belőle, és ide a bicepszemre rátetováltattam. És kiraktam az Instagramra egy ilyen képet, ahogy rajta van a tetoválásom, és akkor hívott a sajtós, hogy figyú, Bence, gáz van, mert a Keró nagyon nagyon ki van, hogy a tetoválás miatt. Már nagyjából ismertem a rendszert, mondtam, jó, oké, biztos van, ami most jön az új bemutató, akarnak valami sajtóanyagot ennek az egésznek. De azt hiszem, hogy címlapon jött le kb. Ez, ha jól emlékszem, hogy az operáció az igazgatója ki akar engem rúgni a tetoválás miatt, és akkor eltöltöttem egy jó 3-4, lehet, hogy 4,5 órát az igazgató irodában, ami végig azzal a nyomás... 4,5 órát? Nagyon sokat voltam benne. Nagyon sokat. És ami végig arról szólt, hogyha én ezt nem tüntetem el, akkor nem tudunk együtt dolgozni tovább.
Mert hogy... De miért? Mi baj mert volt azzal? Mert azt állított, hogy a tetoválás egy vírus, amit hogyha én most így elkezdek, akkor mindenki tetováltatni fog. De mondom, tanár úr, hát ezt le lehet sminkelni, vagy hosszújú, vagy bármi, de megveszek magamnak mindent, még a színháznak nem is költsége, össze lehet, most már bármit le lehet szeretni. Megnézzük az amerikai színészeket, vagy bárkit, egy divat bemutatom, vagy egy vörös szőnyeges megjelenésen. Mindegy, de hát ezt nem akarta elfogadni, és akkor ott előttem felhívta a tetoválás levetető, vagy nem tudom, hogy mondják ezt, eltüntető szalont, hogy engem bejelent. Nem, tanár, nem fogom ezt leszedni. Azt éreztem, hogy ha leszedetem, akkor neki van megerőszakolom magam. Esküszöm, mert az volt bennem, hogy még lehet, hogy igaza is van, hogy nem jelentettem be előre, hogy valami változtatást csinálok a testemben, de azt éreztem, hogy ha én ezt megteszem, nekem ez fontos volt, akkor nagyon ellene megyek magamnak, és nagyon, nagyon rosszul fogom magam érezni, és kiálltam a véleményem mellett, hogy akkor, ha ezen múlik a közös munkánk, hogy van a belső bicepszem egy tetoválás, amit Zsótér Sándor 5 év alatt nem vett észre, pedig együtt dolgoztunk sokat az egyetemen, akkor ez valószínűleg ez ennyiről szólt. És hát ott az egy, most már tényleg könnyebben beszélek róla, de hát akkor nagyon nyomasztó helyzet volt, mert nekem ő akkor azt éreztem, úgyis ott beállítva, mint hogyha ő lenne a Magyar Színházi Világ ura tulajdonképpen, hogy ezt így el volt hitetve. Nem is hunyászkodtál meg? Ebben a helyzetben? Nem. Nagyon zavarban voltam, nagyon szarú voltam, nagyon szorongtam rajta, de egyébként a kollégák nagyon jó fejek voltak, és elkezdtem hosszújúba próbálni, vagy inkbe, hogy erről így ne legyen szó, és akkor erről így nem volt szó, és akkor ez így elsilányult. Szerintem neki a hiúságát bántotta, hogy én valamiről nem értesítettem, hanem előbb kiraktam a valami közösségi portára. Ez érdekes, hogy én például 40 évvel ezelőtt meghosszabbítottam a farkamat, a Marton nem szólt semmi. Az ugye kérdés, hogy miért... Nem is vette volna. De ilyenkor az a kérdés, hogy miért látta, ugye? De... Nem szólt. Hogy került elő hogy a farkad, ez a kérdés. Igen, hogy ez nem az, hogy, az, hogy miért csináltad. Tulajdonképpen de... miért érdekes, hogy te ide itt tovább. Nem. Igen. Te egyébként milyen... Előtte is hosszú volt. Még egy kicsit. Te ha konfliktusba keveredtél igazgatóval, akkor tudtál ilyen kiállással eljárni? Tehát, hogy azt mondtad, ez az én problémám, ez meg a tied. Nem fogom azt csinálni, amit te mondasz. Vagy ez igazgatója válogatja? Nem is kerültem ilyen helyzetbe sokszor. Néha kerültem, és akkor mindig meghunyászkodtam és hátráltam, mert tudtam, hogy az a sikeresebb. Igen? Igen. Nem annak van igazán nagy tekintélye társulaton belül is, aki azt mondja az igazgatónak, hogy hát apukám, már pedig nem. Hát ezen a társulaton belül nem. Például a Várkonyi az általa imádott Latinovicsot, aki hajlamos volt ilyen szembe menésekre, ellenkezésekre, egyszerűen kidobta innen, és ez elment a Táliába, és aztán még az Operedbe, és aztán öngyilkos lett, és szóval nem lett annak jó vége. Szóval nem úgy lett, hogy a Láma Zoli, aki mindenkinek és mindennek mindig ellen tudott állni, vagy ellent mondani, az megnyerte ezt a csata, nem nyerte meg. Nem nyerte meg, úgyhogy én nekem nem volt ilyen szempontból jó tapasztalatom erről, és inkább mondtam, jó, persze. De nem voltak ezek komoly dolgok, szóval mindig pici dolgok voltak csak. Említetted Latinovicsot. De most így elmélyedve az életrajzodba, te Latinovicsot említed, kvázi mint példaképet. Nem Darvast, nem Pág, Latinovics. Igen. Neked miért ő a number one? Valószínűleg azért, mert 16 éves koromban, mint kamaszfiú ide kerültem, és akkor itt a színházban játszottak egy Miller darabot, amit említettem már, és akkor az, abban játszottam én egy kamaszfiú szerepet. Végignézhettem, hogy a Latinovics tőlem annyira, mint te vagy, illetve egy kicsit közelebb, mert csak a Benkő Gyula ült itt közöttünk, itt már a Zoli ült. Végignézhettem, hogy ő hogy próbálja a Ledük francia festő, zsidó festő, alakját megformálni, mint egy karakter szerepet. És az olyan csodálatos volt számomra, és olyan óriásinak találtam, hogy utána mindig minden szerepében megnéztem, és utána mentem, és minden filmet megnéztem 32-szer, és minden televízióadást még 12-szer, és minden színházi előadást, amiben volt, és az volt az érzésem, hogy ő az, aki az én életemben a legnagyobb magyar színésznek tekinthető, talán a Páger
után, vagy közelében, mert a Págert is óriásinak találtam, de a Págerrel nem voltam ilyen közeli, a latin csat tulajdonképpen nem, szintén nem közeli viszonyban voltam, de fizikailag mégiscsak közelibe. És én azt állítom, hogy ha talán ez a filmen nem is jön ki annyira, meg a televízió fölvételeken se, de aki ott volt azokon a színházi előadásokon, amikor a Közjáték Visibent, vagy a Mario és a Varázslót, vagy az Örkény Tótékat játszották a Táliában, és látta a Latinovicsot játszani, szerintem tudja, hogy a Latinovics micsoda szédületes emberábrázoló készséggel rendelkezett, főleg, mint karakterszínész. Én úgy szerettem őt meg. Lopni ti tudtatok tőle, tőlük? Págeréktől? Mindenkitől tudtunk, igen. Hogy ő tudott róla? Nem hiszem. Nem. Nem is lopninak mondanám, én azt inkább tanulninak. Azt úgy megfigyeli az ember később, hogyan kell lépni, járni, levegőt venni, úgy, mint a Darvas Iván például, aki tudja, hogy hogyan kell hátrafelé beszélni egy ilyen nagy színházban. Mindig, mikor hátra beszélek, akkor eszembe jut, hogy ezt a Darvastól veszem, a Várkonyi Zoltánnak a lazaságát, és az, hogy előrehajtott fejjel például sokkal erősebb hangot lehet kiadni, mint így fölfelé. De hát millió ilyen van, aztán a Zolinak ez a kicsit előre nyújtott áll. Most jut eszembe, hogy mostanában jutott eszembe, hogy játszom az Orlai Színházban, a Belvárosi Színházban egy darabban, amiben egy ilyen nyakmerevítőben vagyok, mert egy balesetet átélt pasast játszom, és akkor úgy előre teszem az államat, és akkor tulajdonképpen nem is tudok másképp beszélni, mint a Zoli beszélt, és akkor azok nem utánozni akarja az ember, hanem ahogy előre van az ember áll, amit ő sokszor alkalmazott, mint karakterábrázolási trükköt, az így ösztönösen ottan megjelenik talán az a hangvétel. Ti, amikor például próbáltatok, az apát például, hogy a kabaréban is együtt játszotok, ez manapság ilyen van, hogy egy fiatal színész mondjuk oda megy Kern Andráshoz, vagy a nagyokhoz, és azt mondja, hogy te figyelj, ott, annál a mondatnál, szerinted azt én hogy mondjam meg, mert elakadtam. Vagy ha nem mentek, akkor kíváncsi lennék, hogy miért nem. Én az a típus vagyok, csapnivaló színész lennék, de ha ott lennék, én biztos, szinte állandóan körülöttük lebzselnék és kérdezősködnék, hogy miért így? Szerintem én nekem az a tanácsom, hogy mielőtt eljut az ember oda, hogy kérdezzen, azelőtt minden utat be kell járnod, hogy te magad találd meg. Hiszen ez az egész szakma szerintem akkor igazán elemi, meg tud jó lenni, hogyha az belőled jön, tehát a te megoldásod, a te tested, a te beszédhangod, a te gondolataid. De természetesen, amiről az Andris beszélt, ilyen technikákat például nagyon sokat el lehet csenni. Tőle is csentél? Persze. Mondd azt is egyet? Most nem tudok, azért nem tudok konkrétumot mondani, például az Andrissel azt szeretem, hogy vele nagyon jó együtt játszani. Tehát nem, azt érzem, most pont itt próbáltuk az apát, azt a jelenetet, amikor az órámat nézett, tudod. Igen. És emlékszem, hogy ez hogy alakult ki, hogy itt már mertünk, vagy én emlékszem, hogy egymásra improvizálni valamit, és az mindig valahogy azt érzem, hogy jól tudunk egymás tempójára ráakadni. És akkor emlékszem, hogy az Andris megkérdezte, hogy te tudsz poentírozni? Tudsz poént mondani? Mondom, hát szerintem, ja, tudok, Andris. Nem, most erre mit mond az ember? Nem, mondd meg, hogy kell. De és valahogy ez jelenet is ilyen nagyon jól kialakult. Én szeretek a másikra figyelni, és abból csinálni valamit. De például ott van a... Voltam olyan produkcióban, ahol a rendező miatt nagyon magunkra voltunk hagyva, és a végén teljes mértékben magunkra voltunk hagyva, és akkor volt egy olyan, majdnem kimondtam, hogy melyik, de rájöttem, hogy nem szabad konkrétan elmondani dolgokat, hogy sok férfi ember van benne, és túl dúlt a tesztoszteron azon a próbán, és akkor jöttek oda idős színészek, a Kapa, a Gyabi, hogy mit, hogy kéne, és ettől be tudsz számtelni egy idő után, hogy mindenki megmondja, mert mindenki általában, aki nem rendező, a rendezők is sokszor a saját megoldását fogja neked megmondani, de neked a te egyéni megoldásodra kell rájönnöd. És ilyen technikai dolgokkal szerintem ki lehet pótolni, de mindig érdekesebb. Természetesen lehet hallgatni a másikra, hogyha mond valamit, de ez egy nehéz út. Meg szemérmesebbek akkor... is vagyunk ennél, mint hogy a másiknak a szerepformálásába belenyúljuk. Az azért picit a te dolgod, és nyitottan kell, vagy én például nagyon nyitott vagyok, meg meghallgatom, de el kell tenni egy polcra, mert
A 7-től 10-ig te vagy ott, nem a másik, aki mondta, hogy hogy kéne. De régen se volt, nehogy azt hitt, hogy ez ma van így. Ha megkérdezel engem ugyanerről, akkor sem volt. Nem volt olyan, hogy oda jött volna egy valaki az idősebb kollégák közül, és segített volna, hogy azt vagy azt, nem ezt így csináld. Nem az fura, ha lenne egy ember, aki mindenkihez oda megy, mert akkor megkérdezném, hogy a sajátját mikor csinálja meg, ha mindig a többiekét csinálja. Én például nem játszottam olyan nagyon nagy szerepeket éppen még, tehát olyan 5-6 éve voltam a színháznál, de nem kaptam éppen nagy szerepeket. Amikor a Szent Johannát próbáltuk, a George Bernard Shaw Szent Johannáját, amiben a Kútvölgyi Erzsébet volt a Szent Johanna, én pedig a Dauphin, Franciaország király, a kicsit ügyetlen király, aki nagyon jól tud viszont a Johanna dumcsizni, és azt a háború előtt a Páger játszotta a Bulla féle előadásban, a belvárosi, akkor is volt egy belvárosi színház, az másút volt, de azt is úgy hívták belvárosi színház, és óriási sikerük volt benne, mondta is a Páger, hogy óriási voltam a Dauphinben, ha nem jön közbe ez a kurva Hitler, még ma is játszom. Őt ez annyira megzavarta. Kérdeztük, hogy hát mitől volt annál? Hát én tőle. Ja, volt benne a Johanna. Hát az a főszerep, a Dauphin egy ekkora szerep ahhoz képest. Azt mondta, az valami Bulla volt. Az is jó volt. És akkor abban az előadásban, ahol én a Dauphint játszottam a Kútvölgyivel, kicsit gonosz volt a Páger, egész picit csak, de tényleg picit. Az úgy nézte oldalról, azt a szerepet próbáltam én, amiben ő ilyen óriási volt. És egyszer csak azt mondta, jó lesz, jó lesz, jó leszel. Még nem vagy jó, de jó lesz. Na mondtam, ez baszott. Ajajajajaj, mi lesz itt? Mert én például féltem. Egyáltalán úgy látom, hogy a színészet az ugyanolyan, az nem változik meg, mert ugyanolyanokat mondunk. Egy valamit mondott egész mást, hogy nem féltek-e nálunk például a kort, meg a nagyobb szerepeket játszó emberek korát, azt rettentően tisztelt. Én például a Págertől féltem. De a tisztelet és a félelem az egy szerintem? Ki, nagyon hasonlított akkoriban. Igen, tiszteltem is, meg féltem. Lehet, hogy nem egy, de ez a két tulajdonság. Igen, nem tudom. Az miben kicsit fél. Hát például, hogy amikor ezt mondta a Páger, hogy én majd jó leszek, de még nem vagyok jó, akkor összeomolva azon mentem, és azon gondolkoztam, mi az Istent kéne csinálni másnap a próbán, hogy már olyan legyek, hogy azt mondja majd a Páger, hogy na most már jó is vagy. Mert ebből az egészből persze nem azt mondtam le, hogy én majd jó leszek, hanem hogy még nem vagyok jó. Féltem attól a szerep. Jó, nehéz dolog. Egyáltalán azt nem tudom, a nézők tudják-e, és nem kell-e egyszer egy kicsit megmagyaráznunk, hogy ezek a színészeknek a sok-sok bajai, ezek mind abból származnak, hogy egy előadás létrehozása az egy óriási nagy munka. Vannak lelkes típusok, meg nem lelkes típusok, és azoknak a lelkességnek, vagy a lelkesedés meglétének, vagy nem meglétének szerintem semmi köze nincs. Semmi köze? A tehetséghez, meg a létrehozni tudáshoz. Igen, én láttam rendkívül pessimista és életuntnak látszó, és olyan embert, akinek se, látszólag semmihez semmi kedve nincs, óriási dolgokat létrehozni, és láttam mosolygós, gyönyörű, édes kislányokat, akik olyan tehetségtelenek voltak, hogy a falatta a másikat, és semmi nem történt az ő lelkesedésük dacára sem. Szóval én nem tartom ezt. Mint ahogy azt se tartom érdekesnek, hogy egy előadás jó, vagy egy film, vagy egy produkció jó hangulatban, vagy rossz hangulatban készül. Mindig az az érzésem, hogy ez teljesen mindegy. Egyre inkább arra jövök én rá, és ez aztán igazán nem lesz nagyon pozitív, amit én most mondani fogok, de sajnos nekem ez a tapasztalatom, hogy semmilyen szabálya nincs a színházban, és a művészetben semminek se. Semmilyen. Nem kell valóban ott lenni, nem kell valóban érdeklődni, nem kell valóban szeretni, nem kell valóban csinálni, elhitetni kell, jól kell elhitetni, nem rosszul kell elhitetni, zseniálisnak kell a végén lenni, csodálatosnak kell lenni, baromi szarnak kell lenni, nézőknek nagyon vonzónak kell, hogy legyen,
ócska darabból, a leghülyébb és valami marhaságból hatalmas előadást lehet csinálni. A világ legszebb színdarabjait rosszul és iskolás módon előadva a legnagyobb bukását lehet megcsinálni. Gyönyörű, szépnek kell lenni a színpadon, de az nem jelent semmit. Állati rondának kell lenni, végig kell menni mindenféle poklon, és szegénynek kell lenni, és híd alatt aludni, és alkoholistának lenni, és abból valamit higyötörni magának az embernek, hogy őrültek házából kell jönni, otthonról kell jönni, nagyon kedvesen, szépen fölöltözve egy rendes családból. Ezek mind mindegyek. Az az érdekes, hogyha az emberek bejönnek, és egy nézőtér így rászegezi a szemét egy színpadra, és ott előadnak valamit, az emberek azt mondják, ó, ez érdekes, ez engem is megérint. Ez olyan, mintha ezek, te jó Isten, mintha rólam beszélnének. De honnan tudják ezek, hogy én ilyen vagyok? Vagy miért mondják azt, hogy ők is ilyenek? Akkor én nem is vagyok olyan egyedül ezzel a bajommal, ami miatt egész nap csak sírnék otthon. Hát akkor itt jó volt lenni, ja Istenem is, meghatottan úgynevezett katarzis után kimennek a színházból, megtisztulás után, katarzis azt jelenti tisztító, a görög tisztítókra az van ráírva, ezt tudjátok? Az van ráírva, ahova beviszed a piszkos ruhádat, katarzis, tisztító, az a katarzis, hogy megtisztuljál, és ez lehet nevetés után, lehet sírás után, minden után lehet, csak legyen egy ilyen valami szép, valami jó, valami fölemelő, valami új, valami tanult, valami érzékelt az egészben, és akkor az jó lesz. A többiek, többi dolgok nem lehetnek szabályokba rendezve, nem bírnak, mert mindig jön valami, ami az ellenkezőjét igazolja. Említette András, hogy nagyon szegénynek lenni. Te gyakran beszélsz arról, hogy voltak egzisztenciális problémáid is, amikor a főiskolára jártál, vagy az egyetemre jártál. Te akkor egy viszonylag jól menő színész voltál, és azt tetted kockára, hogy újra, ahogy mondani szoktad, a Zsemlén és a Parizeren kezdtél elérni. Ez kétszer volt, mert amikor a tévéműsor után sokat jártam fellépni, akkor azért, most visszagondolom, elég jól kerestem, de az nem tudom, hogy hol van az a pénz. Komolyan, pedig én ilyen baromi nagy lábon szerintem nem éltem, bár mondjuk ezek miatt, az esetek miatt azért így szorongtam, tehát mindenhova mondjuk taxival mentem, meg voltak ilyen plusz költségeim, meg feljöttem Pestre, de amikor én bekerültem az Operettbe, én ott tényleg zászlózni kezdtem, ott 5000-et kaptam egy előadásért. Már hogy zászlóhívő volt. Igen, igen. A Miss Saigonban például zászlót tartottam, hogy smároltam táncos lányokkal a Miss Saigon elején, az nem volt rossz. És adtak érte 5000-et. Nem, de hogy... és akkor... Azért meg nálunk 45-öt adtak. Ja, ja. De kivel kellett smárolni? Nem is kellett smárolni. Nem smárolni kellett, de zászlót tartani. Ja. Szóval, és akkor, amikor én sok ilyen kisebb szerepes stúdiósként elvállaltam, már akkor ugye nem kerestem meg azt a pénzt, mint annól, mert csomó fellépésre nem tudtam emiatt elmenni. És amikor megint elkezdtem keresni, amikor nagy szerepeket kellettem, akkor vettek fel a színműre. Fura volt, mert mindig azt éreztem, hogy akkor nekem soha nem lesz olyan fixen pénzem, hogy mondjuk fentok tartani egy autót, vagy egy egyedül egy albérletet, hogyha úgy alakul, egy olyat, amiben szeretnék élni. Hát volt egy ilyen, aztán kaptam egy nagyobb jogdíjat egyébként a színmű elején, és abból a jogdíjból úgy éltem, mint mikor még nem a színműre jártam, meg hát mindenkit meghívtam, mert hát tudtam, hogy nekik nincs pénzük. De nem rajtam éltek, vagy ilyesmi volt, hanem én ezt nagyon szívesen, amúgy is ilyen vagyok. És az nagyon hamar elment az a pénz. Emlékszem, a Novák Eszternél tartottam, mert megjött két pénzben. Igen, a Novák Eszter osztályfőnökömnél. És minden héten néztem, hogy Eszter, hozzá már légy szíves belőle még, mit tudom én, 60 000 forintot, és voltak ilyen legendás átadásaink, nem volt idő, én kiálltam a kebabos elé, és aki lassította az autójával, és csak így átvettem a pénzt. Tehát olyan volt, mint nem tudom, mit hozott volna. De mindegy, ez a pénz hamar elment, és akkor igen, az egy ilyen időszak volt, de amúgy az picit nyugtató volt, hogy majd nagyjából mindenkinek ilyen volt, aki nem olyan családi háttérből jön, hogy mondjuk van, kapott egy lakást, vagy ha kap havi fixen 110 000 forintot, amiből így el tud lenni. Igen, akkor, ha 19 éves. De amikor már valaki bejárt egyfajta karrierjét, megtapasztalta, hogy milyen egy más sűrűségű levegőben létezni, azért az okozhat bizonyos embereknél belső bizonytalanságot vagy meghasonulást.
Otthon volt ebből a konfliktus, ha tök őszinte akarok lenni egyébként, mert támogattak ugyan, de közben bennük volt, hogy a francér hagyományos, minek megyek el én erre az egyetemre. Hát ott az operettet miért hagyott ott igen, az egyetemre? Igen, tök jó helyed van, Bence, nagy szerepeket játszol. Jövőre is X bemutatód lenne. Miért mész el most? Újra elkezded az egyetemet, de minek? És akkor én mondtam nekik, hogy higgyétek el, ez, én ezt érzem, hogy nekem ez az utam, és nem az, hogy feltétlenül ott legyek hosszú távon, hanem én tényleg színész akarok lenni, és nekem az fontos, hogy ezektől az emberektől tanuljak, és én ezt az iskolát elvégezzem. Aztán beigazolódott, és úgy tűnik, hogy jól jártam ezzel az egésszel, de bennem egy pillanatig nem kérdőjeleződött meg, hogy ezt az utat ne járjam be miatt. Ha akkor nem választod az egyetemet, te most nem ülsz itt? Szerintem nem. Nem. Hogy ülhetnék itt? Vagy hogy így nem, már nem tudom, hogy úgy ülhet most itt, csinálnék. Hogy játszik mindenféle jó szerepeket, és fog játszani mindenféle jó szerepeket, és ezt irigylem tőle. Ez jó, azért ez jó, jó benne, hogy ő neki van, jövője van. Ez így, az én koromban nem biztos, hogy olyan nagy jövő áll az ember előtt, egyszerűen csak a kora miatt, de bizonyos szerepeket is. Én most azon gondolkoztam, amit beszéltél, hogy most fogsz játszani egy olyat, amit kifejezetten irigy le. Egész kamaszkoromban a Tennessee Williams kötetet forgattam, mert az a kedves drámaíróm volt, az Arthur Millerrel együtt. A legkedvesebbek egyike, az nem tudom mi, ezt itt láttam a Víg Színházban, egyszerű néző, az a Macska a forró vádoktetőn volt, abban is természetesen a Darvas Iván, amint egy mankóval közlekedett, mert valami baja van a lábának, ugye? Eltört igen, a lábát. Eltört a lábát, be van gipszelve. És az egy Isten áldott a jó szerep. Ezt fogja kezdeni mindjárt próbálni ő egy pár hónap múlva, vagy pár hét múlva, és ezt én nagyon irigylem tőle. Mindent elmeséltem, mert már annyit meséltem, de azt nem tudom, hogy talán ebben a YouTube-nak hívod igen, ezt? Igen. YouTube-ban még nem meséltem én semmit. A YouTube-on minden új lesz. Láttam már veled YouTube-on interjú. Én interjú függő vagyok. És én velem láttál interjút? Amit együtt csináltatok például. Ja, az igen, de az ment a televízió. Mert a fenn van a YouTube-on, Andris. Ezt én nagyon szeretem. Nem tudtam, hogy fenn van a YouTube-on, mert nem tudom, mi ez a YouTube. Na, minden esetre azt tudom, hogy a Bodrogi elmagyarázta, hogy hogyan működik egy színész. És miért nehéz egy színésznek. Azt mondja, az a pillanat, amikor a színházad úgy megbecsül téged, hogy odamész egy próbatáblához, és nézed, mi van kiírva, és az van kiírva, Shakespeare, Hamlet. Na, mi a szereposztás? Mert azt nem tudja az ember. Hamlet, Bodrogi Gyula. Azt mondja, te jó Isten, én magam, az a világ legszebb szerepe, ugyanis a színészek körében legalábbis ez a dolog van így elterjedve, és nem jogtalanul. Hamlet, Bodrogi Gyula. Azt mondja, hát ilyen még nem volt. Hogy engem így, ilyen magas polcra tesznek, vagy ilyen, szóval ilyen nagy helyzetbe hoznak. Ez óriási. Akkor bemegy egy próbára, ott felolvassák a darabot, az gyönyörű. Az gyönyörű darab, tényleg gyönyörű darab. Az az igazság, hogy a Claudius egy kicsit jobb szerep, mint a Hamlet, mert érdekesebb, mindig mert a Hamlet nyavajog, de minden jó, hát mindig az nem baj, az nem olyan nagyon nagy baj. Ki rendezi a XY, az jó lesz. Akkor elkezdődnek a próbák, akkor kiderül, hogy nem lesz olyan nagyon jó, mert a rendező azért nem tud rendezni. Mibe leszek én? Hát tényleg ebbe a fürdőnadrág? Nem, azt mondták, hát van egy jelmeztervező, és majd az megtervezi el, megnézed a jelmeztervezőt, kiderül, hogy nem jó, mert az alacsonyít téged, és ha te Bodrogi Gyula vagy, nem akarsz még alacsonyabb lenni, még annál is, mint ilyen alacsonynak az Isten teremtett, és akkor próbálod tovább, és akkor kiderül, hogy ez olyan kurva sok szöveg, hogy ezt nem lehet megtanulni. Tehát a Hamletből, a Hamlet nem olyan jó szerep, elég szarul van lefordítva, rossz a rendezés, nem lehet megtanulni, és a jelmez nem jó, hát az Isten, hogy verné meg ezt a kurva Hamletet, és így próbálja az ember odáig, ami kiderül, hogy minden rossz, csak az a jó, amikor megkapod Hamlet szerepét, az jó. A többi mint szar. Ezt mondja a Gyula. És szerintem ebben van valami mély színész ismeret. Mert én ezzel egyetértek, hogy ez így van. És gondolom, az is nagy dolog lehet, amikor egy fiatal színésznél megcsörren Rudolf Péter telefonja.
És hogy ezt úgy elképzeltem, hogy egy fiatalember esetén a Víg Színház igazgatója azt mondta, hogy figyelj ide, én szeretném, ha ide szerződnél. Neked az olyan, tudod, vannak az életben olyan pillanatok, amikor tudom, hogy hol voltam, tudom, mit csináltam, mielőtt felvettem a telefont, hova tettem a telefont, és az olyan kimerevített pár másodperc. Ez neked ilyen volt, vagy utólag tűnik ez ilyen jelentősnek? Nem, nagyon emlékszem. Az előző, előtti albéletemben laktam, rendkívül másnapos voltam, ezért ittam egy sört. Valami Covid volt, vagy valami, tehát megtehettem ezt az egészet. És az ablaknál láttam, amikor egy ismeretlen szám hívott, és ez a Péter volt, hogy nagyon szeretné, hogyha én is a Víg Színház társulatának a tagja legyek. És így hirtelen az volt bennem, hogy fú, ez nagyon király, nagyon jól hangzik, de nyilván nem fogom ezt így a telefonba elmondani, hogy mivel láttál Péter? De miért vagy hogy miért a telefonba, hívsz? Hogy Péter? Mert előtte érdekelt, hogy miért. Érted? Hogy látott ebben vagy abban, mert mi dolgoztunk együtt a színművészetén egyébként, de egy rövid időt, egy ilyen improvizatív kurzust csináltunk, vagy improvizációs kurzust, és akkor nagyon kíváncsi voltam, hogy mit gondol rólam, ez is inkább ilyen kíváncsiság volt, hogy miért akkor, hogy jónak tart, vagy hogy számít rám, hogy akkor szép szerepeket fogok kapni, vagy ilyesmi, és akkor mondtam neki, hogy vannak nagyon szép előadásaim, amit játszom, és nem tudom, hogy láttam, és nagyon szeretném, hogy megnézze, és akkor üljünk le erről beszélni mindenképpen, de hogy én most Budaörsön vagyok, nagyon szép szerepeket játszom, de nagyon jól hangzik, és nagyon van kedvem, de hát nem mondtad. Egyrészt én azt tanultam, meg én így is vagyok valahogy elsőre nem mondunk igent, hanem kell egy többszöri megbeszélés, meg amúgy is voltam egy társulatnál tag. És akkor leültünk személyesen találkozni, és ott teljesen egyértelmű volt a kémia. Meg az, hogy én nagyon szeretnék ennek a részese lenni. De amikor leültetek, egy padon találkozhatok a Covid alatt. Igen, a vérmezőn, azt hiszem. Akkor még az is benne volt, hogy lehet, hogy nemet mondasz, ha nincs kémia? Nem állítottam be magamnak ilyeneket. Én nagyon azt éreztem, hogy én szeretnék menni, de közben éreztem egy olyat, hogy pandémia van. Pandémia alatt akkor itt hagyom Budaörsöt, úgyhogy már alakulgat az évad. Tehát inkább éreztem magamban egy ilyen nyomást, hogy akkor én áruló leszek? Vajon, hogyha én ezt meglépem? És akkor ezt igazából megléptem, de szerintem a lehető legkorrektebb módon. Tehát addig nem mondtam teljesen igent a Péternek, amin én ezt nem beszéltem. Az Ádámmal, aki Budaörsön igazgató, és akkor így. Ő is sebesülések nélkül fogadta mindezt? Nem, hát a színházban mindig mindenki valaki megsértődik. Tehát most ezt nem feltétlenül az Ádámra mondom, de kicsit azt érzem nagyon sok helyzetben, hogy amíg jól dolgoztok együtt és jól vagytok egymással, addig minden szuper, de amikor már nem, akkor hirtelen már nem minden szuper. Ki az Ádám? Milyen Ádám? Berzsenyi Bellag Ádám, egy Budaörsön igazgató. Nem ismerem. Nagyon fiatal, velem, nálam talán 2 évvel idősebb. Színész? Rendező. És ő az igazgató Budaörsön, nagyon jó. Nagyon jó ember. Hogy megszoktam, hogy ő itt van? Azon gondolkozom, most azt mondta, valamilyen pandémia volt, amikor megcsörrent a telefon. Nekem az volt az érzésem, hogy a pandémia az most volt, hiszen most estünk át rajta, ő meg már itt van. 30-40 éve, hát miért volt az egyszerre a pandémia, meg ez a telefonálás? Ez érdekes. Ez milyen nagy dicséret, mikor az emberre úgy gondolnak már, hogy itt van, tartozéka a színháznak. Abszolút. Ez jó lesz. Nekem olyan érzésem van. Eszembe nem jutott volna ez, hogy téged a pandémia alatt hívtak föl, hogy szerződj ide. Igen. Az is olyan furcsa, hogy az is... Csak most volt, igen. Nem? Igen, egyébként. Megszokja az ember, és olyan, mintha régebbi kapcsolat lenne ez, mi közöttünk például, igen. Nem? Én is így érzem. Mint ha évek óta ismernénk, igen. Jó sok éve. Ez a humoron múlik szerinted? Amit ő mondott, hogy nagyon hasonló. Még az is lehet. Hiszen az ember az osztálytársai közül is azokkal van a legjobban. Régi gimnazista osztály, nem? Akivel ugye egy humorú, egyet tudtak érteni, hogy milyen hülye egy bizonyos tanárra, akkor azzal úgy jóban maradsz 40-50 évig. Aki meg ami egész mást gondolt arról, az ugye elfelejtődik. Neked volt, vagy érezted úgy, hogy skatúja ez a humoros szerep? Ugye Vajna mondta egyszer, hogy egy szenzációs komikus vénád van, de Kern Andris minden áron drámai szerepeket akar. Mondta ezt a Vajna. Hát, igen.
Ebben van is valami. Valahogy mindig azokkal beszélgettem szívesen, akik láttak bennem, akik nem mondták azt, hogy lám te egy vígjátéki színész vagy, mert annak egyébként teljesen jogtalanul van egy pici lenézettsége is. Ezt te érezted? Igen. Igen. Neked mi volt az ilyen aha élmény már, hogy a néző szemében, amikor te úgy gondolod, hogy nagyon sokan döbbentek ilyen logika mentén arra, hogy a 700-at kell egy nagyon nagy színész. Én nekem ilyen aha élményem még nem volt, remélem lesz, de még nem volt. Erre még én várok. Lesz ilyen aha hát élmény? Nem vicc. Nem volt ilyen aha élményem. Most, hogy mondod, aha, de nem volt eddig. Nem, az nincsen az embernek ilyen élménye, hogy én tényleg a nézők azt mondják, milyen nagy színű. Ez nincs ilyen, az, szerintem az nem is derül ki az ember életében, hanem csak utána, és akkor meg már nem is, talán nem is olyan fontos. De azt érzem, hogy aki vígjátéki színház, például aki egy kabaré színháznak a tagja, aki a Vidám Színpad tagja, egyszer azt mondták nekem, legyek én a Vidám Színpad igazgató. Fölhívtak a megfelelő tanácstól, ez 50 évvel ezelőtt volt, úgyhogy nem nagyon érdekes, de akkor én még olyan rendező, csináló, színházi, mindenféle akartam lenni, nem voltam biztos, hogy színész leszek, hanem olyan, épp hogy elkezdtem a pályát, csak volt valami igazgató válság a Vidám Színpadon, és akkor egy akkori tanácsi képviselő, vezető, ő azt mondta, legyél te a Vidám, jelentkezzél, akkor nem tudom, azt hiszem nem pályázat kellett, hanem azt már nem tudom, minden esetre én nem jelentkeztem, mert arra gondoltam, hogy az nem jó a Vidám Színpad igazgatójának lenni, mert akkor az ember komikusokkal lesz körülvéve, és őt magát is komikusnak fogják nevezni, és azt fogják hinni, hogy azért, mert van humorod, azért egy kicsit lenézett, kicsit, hát ez Vidám Színpadon van, hát hol van, hát a Vidám Színpadon. Az nem volt akkor ugyanaz, mint a Víg Színházban, a Madácsban, vagy akár a Táliában, vagy a Nemzeti Színházban. Tagnak lenni, nem volt olyan a Vidám Színpadon tagnak lenni. Aztán jött a Mikroszkóp Színpad, azt kérdeztük, mi színészek, akik szintén ilyen igazságtalanok, hogy és ő hol van? Mikroszkóp van. Jó, hol legyen, hát a mikroszkóp van. Szóval azt jeleztük minden mozdulatunkkal, hogy az nem egy olyan érték, egy vidám helyen, vidám dolgokat játszó, nevettető, humoros helyen lenni, nem egy olyan nagy érték, mint egy drámai színdarabokat is előadó, nagyobb befogadó képességű és komoly művészeket foglalkoztató színháznál. Egyet mondj meg, légy szíves, végezetül. Kimondhatom a korod, ami januárban egy kerekszű, 75 éves leszel, és tudomásom szerint a Víg Színház egy nagy kiszerelésű koncerttel ünnepel majd meg téged januárban. Nagy kiszerelésű lesz? Ezt nem tudom. Hát most már ezek után muszáj. Jó. Igen. Igen. Félsz ilyenkor? Mert énekelni azért te az utolsó évekig hát úgy mertél, hogy be voltál tojva. Igen. A színpadi énekléstől. Még most is egy kicsit. És, de attól a koncerttől nem leszek, mert azt azért gyakoroltam sokat, mert ezzel jártuk az országot. 10 évvel ezelőtt találódott ki, hogy legyen egy ilyen típusú koncert, hogy számok, amiket én lemezre énekeltem, és amelyek megjelentek, és most majd a Víg Színházban lesz újra, és nagyon nagy kiszerelésű lesz, és most már attól nem félek annyira, mert valahogy azt megszoktam, megszerettem, és azt tudom, de mindig, amikor egy zenés darabot kell próbálni, akkor úgy félek tőle, mintha ő neki egy nagy paródiát kéne előadni, játsszák Mensáros László, Márkus László, Bárdi György, Básti Lajos, Latinovics Zoltán, Darvas Iván és Várkonyi Zoltán. Ezeket kellene neki utánoznia egy jelenetben egyedül. Akkor biztos ő is félne. Én meg egy, ha azt mondják, hogy énekeljem el a Ó Istenem, milyen szép is ez a világ című dalt egy amerikai musicalből, attól félek. De attól a koncerttől azért nem annyira. És az, attól nem félek, az jó lesz majd, január 28-án az jó lesz. Bár olyan jó lenne a szerelem,
egy szerelem három éjszakája, amit most kezdtünk csak próbálni, és még fogalmunk nincs, hogy milyen, bár olyan jó lenne a béranyák, amit holnap délelőtt már itt fognak próbálni, és még nem tudják, milyen lesz, bár olyan jó lenne a szeggel, amit len próbálnak, mert amikor próbál valamit az ember, akkor fogalma nincs, hogy az milyen lesz. És attól féle kicsit, hogy mi van, ha rossz lesz. De miért lenne rossz? Biztos jó lesz. Hát, ezt nem tudjuk. Elengedünk benneteket főzni, Kern Andrást és Brass Bencét. Látták. Köszönöm. Kérdezte őket Tadarka Jendre. Menjünk el. Köszönöm.